Exkluzív nagy interjút adott a 777 blognak Balogh Zoltán arról, hogy pontosan hogyan és miért adott kegyelmet K. Endrének. Ebben részletesen is elmeséli a történteket, hogy miért gondolja a mai napig ártatlannak a bicskei gyermekotthon egykor igazgatóhelyettesét, és miért tartja egyúttal hibának, hogy tanácsot adott ebben az ügyben Novák Katalin, azóta lemondott köztársasági elnöknek, nagyon súlyos kijelentések következnek. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Kulifai Máté. Ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani. A kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 73 ezeren követnek, és állítsák be az értesítéseket is a csengőgomb megnyomásával. Pár nappal a választások után adott egy több mint egy órás interjút Balogh Zoltán a 777 blognak, a kegyelmi ügyről, az időzítésnek a saját elmondása szerint is természetesen ma jelentősége, bár a hivatalos magyarázata az, hogy amikor idézem az emberrel egy ilyen megrázkottatás történik, és így megrendül, akkor az első dolog nem a szöveg és a beszéd, hanem a csönd és a hallgatás. Balog úgy fogalmazott, hogy neki keresztény emberként először Istennel kell megbeszélni a helyzetet, és az egyházon belül is volt helyenként beszélgetni valója. Állítólag már nagyon várta türelemmel, hogy végre a saját hangján is megszólalhasson. Balog Zoltán elmesélte, hogy K. Endre felesége kereste meg őt, korábban nem ismerte a Bicske igazgató helyettest. Most idézem a püspököt. Onnan ismertem K. Endrét, hogy a felesége megkeresett, hogy segítsek célba juttatni a kegyelmi kérvényét. Az a megkeresés, amelyben a férjéről beszélt, azok az anyagok, amelyeket elolvastam, ennek kapcsán arra indítottak, hogy találkozzak K. Andrével, és találkoztam is vele. Egy másfél órás beszélgetésünk volt, próbáltam vele ima közösségbe is kerülni, mert alapvetően úgy gondolom, hogy lelki pásztorként, lelki vezetőként, ha valaki tőlem segítséget kért, akkor azt meg kell vizsgálni, és ha tudok, akkor megpróbálok segíteni. Nagyon sok ilyen és más ehhez hasonló ügyben próbáltam az elmúlt 30-40 évben segíteni. Valóban nem először történt ez velem, nem csak kegyelmi ügyekben, hanem számos más ügyben is, hogy próbáltam a lelki szabályokat figyelembe véve, például, hogy meggyőződök ennek az embernek a tisztességéről, ahogyan kéri a kegyelmi kérvényt, meg kell próbálni segíteni. A találkozás nem az ő otthonában volt, hanem az én hivatalomban meghívtam egy beszélgetésre. Én nem tudom, hogy házi őrizetben volt-e, mert ezt a körülményt én nem vizsgáltam, erről nem volt tudomásom. Balogh Zoltán lényegében újfent leszögezte, hogy a mai napig meg van győződve K. Endre ártatlanságáról. Szerinte az ártatlansága abból is látszik, hogy K. Endre megpróbálta utólag is rávenni az egyik áldozatot, hogy ismételjen meg a korábbi vallomásának a megváltoztatását kamerák előtt, aki egyébként vonakodott ezt megtenni, mert állítása szerint az nem is volt igaz. Balog viszont ebből a történetből is úgy látta, hogy ő küzd az igazáért, mármint K. Endre. Az egész ügy nem is került volna nyilvánosságra, ha ő nem küzdene ezért, ezért is került olyan méltatlan helyzetbe. Hozzátette, ha nem fordul a harmadfokhoz, a kúriához, a kegyelmi döntés után, akkor nem is derült volna ki ez az egész. Ahogyan abból is azt látta, hogy tisztesség és ember, hogy korábban egy pedofil ügyet szintén ő maga lepletett le egy másik oktatási intézményben. Balogh Zoltán úgy fogalmazott, hogy a bíróság büntetését nagyon aránytalannak érezte és tartotta, ha illetve tartja mai napig is, és ebben egyébként nagyon sokan egyetértettek állítása szerint. Hozzátette, azt nem tudja megítélni, hogy mindent jól csinálta K. Endre pedagógusként, de alapvetően Szerinte továbbra is ártatlan. A tisztességéről többen is meggyőzték a környezetéből. Azt nem tudja, hogy azokat a dokumentumokat, amelyeket ő látott, a bíróság vajon miért nem vette figyelembe, ugyanakkor elismerte, hogy az elnöki kegyelem nem arról szól, hogy felülbírálnak egy bírósági ítéletet. Balog úgy véli, hogy ő maga nem követett el bűnt, csak kegyelmet kért, és szerinte csak azért lett ekkora a felháborodás, mert Nyilvánosságra került az ügy. A kegyelmi döntés kiárásával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy Novák Katalin köztársasági elnököt ő kereste meg, és kérte arra, hogy szerinte ebben az ügyben érdemes lenne egy ilyen döntést hoznia. Most is, ismét idézem Balogot, ezúttal Novák Katalin lemondásával kapcsolatosan. A segítségemet és a kiállásomat is felajánlottam az elnök asszonynak ebben az ügyben, de ő erre nem tartott igényt, mert ő akarta vállalni a döntésért a felelősséget. Én első perctől úgy éreztem, hogy nekem erkölcsi felelősségem vállalni a szerepemet, és ezt vállaltam is. Azt, hogy ő ennek kapcsán távozott a magyar közélettől, azt a másik súlyos tehernek érzem ebben az ügyben. Az ő távozása óriási veszteség az egész országnak, a magyar nemzetnek, ezért engem súlyos felelősség terhel. A saját esetleges lemondásával kapcsolatban viszont a következőképpen vélekedett, ismét idézett következik. A püspöki feladat az egy egyházon belüli történés, alapvetően egy lelki megbizatás, amire eskü kötelezi az embert. A mi eskünkben az a kitétel van, hogy mi nem a testületek fölött vagyunk, hanem azoknak alá vagyunk rendelve. Ez egy más világ, mint a római katolikus egyházban, vagy más egyházakban, ahol a lelki vezetők a testületek felett vannak. Én nekem úgy hangzik az esküm, hogy egyedül egyházi főhatóságomnak, a kerületi közgyűlésnek, ami egy rész zsinat, rendelkezéseit hajtom végre és fogadom el egyházi ügyekben. Én ezt a rendelkezést megkértem, éppen az elmúlt napokban, és nekem azt végre kell hajtanom. Abban erősített meg a kerületi közgyűlésünk, hogy nekem kötelező ezt a munkát folytatnom. Idézett vége. A református egyház egészét ért társadalmi nyomással kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy szerinte nem ő tartja pajsként maga előtt az egyházat, hanem ők maguk álltak mellé és keltek a védelmére. Szerinte a személye nem lett akadálya a református egységnek. Balog arra a kérdésre, hogy vajon a egyelmi ügynek milyen társadalmi, politikai következményei voltak, úgy felelt, hogy neki ezzel a részével nem kell foglalkoznia, ugyanakkor elismerte, hogy bántja, ha ezzel kárt okozott a politikai közösségnek, mert része volt annak idején ennek a kormányzatnak. Az interjúban azt a kérdést is megkapta, hogy vajon mit üzenne a bicskei áldozatoknak, erre a következő választ adta. Idézet következik. Azt, hogy megrendítő számomra, ami történt és ami az ő életükben kárt okozott, azért tőlük is csak bocsánatot tudok kérni, és kívánom nekik, hogy találják meg azokat az embereket. Az alapvető emberi kérdés, hogy hogyan tudunk egymásnak segíteni, akik nekik valóságos segítséget nyújtanak, nem kihasználni akarják őket, nem visszaélni a bizalmukkal. És hogy higgyék el, hogy én egy olyan egyházban élek és szolgálok, amelyik egyház azért nagyon sokat tesz a gyermekvédelmi szolgálatban és a gyermekintézményekben, az obodákban, az iskolákban. Bízom benne, hogy ők is megtalálják azokat a helyeket és azokat az embereket, ahol azok a sebek, amiket viselnek, azok gyógyulni tudnak idézet vége. Köszönöm a figyelmüket, ha tetszett ez a podcast, akkor kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 73 ezeren követnek, és állítsák be az értesítéseket is a csengőgom megnyomásával. Véleményét a kommenteknél várjuk, illetve tetszését vagy nem tetszését, like és dislike gombokkal tudják kifejezni. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra!